Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szájmaszkot var a polgármester, a kis településeken is megszervezték a védekezést. Csődbe mehet az ágazat, óriási bajba kerültek a virágkereskedők a vírus miatt. Ne spájzolj, a hazai élelmiszereket népszerűsíti az Agrárkamara. A szociális munkások sem maradnak otthon, továbbra is segítik a családokat Szekszárdon. A Tolna megyei kis településeken élő idősek is megértették a sokat ismételt kérést, hogy mindenki maradjon otthon. A szükséges ellátást megszervezték, Győrén a polgármester vezetésével szájmaszkokat varnak maguknak és a társtelepülésen élőknek. Szinte üresek a Nagymányoki utcák. Karbéla polgármester napokig járta a településen élő idősek házait, hogy rábeszélje őket, ne hagyják el otthonaikat. Az akcióan sikerrel járt. Látható volt, ami bekövetkezett, mondta Karbéla. Így jó előre megtettük az óvintézkedéseket. Egészen odáig, hogy igazolványokat készítettünk azoknak, akik segítik az időseket, hogy a hiénákat megelőzzük ebbe is, hogy az idősek csak azt engedjék be, aki egy általam aláírt és lebélyegzett igazolványt villant föl. Mert hát nem ismerhetik az összes dolgozót, nem ismerhetnek mindenkit. Mindenki tartalékban, mindenki megkapta az eligazítást, mi lesz a feladata, ha ennél szorosabb lesz a helyzet. Idős ellátást megszerveztük, szerződött partnerekkel, önkormányzati dolgozókkal. Itt az önkormányzati dolgozókat érteni kell, a óvoda személyzetét, a védőnőket, a műszaki csapatunkat, a műfázisi dolgozóit, tehát mindenkit, aki az önkormányzathoz tartozik. Készen állunk minden ránk váró feladat megoldására, mondja a polgármester. De nagyon fontos, hogy az emberek azt érezzék, nyugalom és biztonság van a településen. Zárva van a polgármesteri hivatal Győrében. A település polgármestere, amikor nincs ügyeletben, a falu varodájában teljesít szolgálatot. Tehát szájmaszkokat készítünk a saját településünknek és egy társtelepülésnek is. Most már közel 400 maszkot vasárnap óta megvartunk, amikor van egy kis szabadidő, akkor ketten a kolléganőmmel varjuk a maszkokat. Filamella Tibor eredeti szakmáját tekintve férfi szabó, így értőkezekkel nyúl az egyébként ingyen a helyi kisboltban elérhető maszkok készítéséhez is. Teljesen zárva van az óvoda, bezártuk a művelődési házat, bezártuk a könyvtárt, bezártuk a játszóteret, teljesen lezártuk. Az önkormányzat, a hivatal, a polgármesteri hivatal is zárva tart. Természetesen ott is van ügyelet, bármikor telefonon, e-mailben a dolgaikat a lakosok el tudják intézni, meg tudnak minket keresni. Filamella Tibor azt mondja, hogy a Győr lakossága megértette, hogy nem most van az ideje a közösségi életnek. Szinte úgy néz ki a falu, mintha tényleg zárlat alatt lenne, mondja a polgármester. Izmény utcáit és a csend jellemzi, alig van vállalkozó, aki kimerészkedik. A településen 71 idős ember él, az ellátásukra eddig is különös gondot fordított a helyi önkormányzat. Bárkinek problémája van, szól, meg tudjuk oldani ugyanúgy, ahogy az élelmiszer beszerzést is a falugodnokon végzi, aki igényli, annak elmegy, bevásárol, odaviszi a gyógyszerrel. Ugyanez a helyzet, hogy akinek szüksége van rá, annak mindenkinek megpróbálunk eleget tenni. Kelemen Ferenc polgármester azt mondja, az idősek megértették, hogy maradjanak otthon, de azok, akik más településen dolgoznak és munka után hazamennek. A falu vezetője optimista. Azt mondja, egyelőre nem mondják le a május végi falunapra szervezett fellépőket. Júniusra tetőzhet a járvány, jelentette ki Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Azt is elmondta, hogy már most 30-40 ezeren váltak munkanélkülivé. Áprilisban és májusban tömegessé válik a munkanélküliség az országban, 100 000-es nagyságrendre lehet számítani, mondta a miniszter. A cél az, hogy 3 hónap után mindenkinek legyen munkája. Az álláskeresési járadék idejének meghosszabbítására vonatkozó kérdésre Gulyás azt mondta, a kormány elsődleges célja nem a segélyezés, hanem a munkahelyek lehetséges megtartása és a gazdaság újraindítása. Azt is elmondta a miniszter, újabb ágazatok kaphatnak járulékkedvezményt. Csődbe mennek a virágkereskedők a koronavírus terjedése miatt. A kisebb boltok többsége már ki sem nyit, mert a mostani helyzetben szinte senki nem vesz virágot. A kertészetek és a nagykereskedők pedig éppen ezért nem tudják eladni a munkaigényes, már hónapok óta nevelt növényeiket. Pedig éppen most bonyolítanák a legnagyobb forgalmat.
A kormány egyelőre nem hozott a díszkertészeti ágazatot védő gazdasági intézkedéseket. A százszor szép muskátli, ott már vannak is muskátli dúgványaink, ott fönt akasztósokban is vannak nagy növények, ezek mind. De hát ez csak a töredéke, mert ugye balkon növények azok még később. Több száz négyzetméteren nevelnek saját ültetési dísznövényeket ebben a szekszárdi virág nagykereskedésben. A jó részt magról vetett, már hónapok óta gondozott virágok a koronavírus terjedése miatt most senkinek sem kellenek. Pedig itt éppen ezekben a hetekben bonyolítanák a legnagyobb forgalmat. A cég vezetője azt mondja, nagyjából 8 hét alatt keresik meg egy normális tavaszi szezonban az éves bevételük felét. Most viszont a legtöbb virág kiskereskedés bezárt, vagy amelyik még nyitva van, oda nem mennek vevők, ezért innen sem visz szinte senki sem virágot. Ilyenkor nagyrészt ugye az egynyári és kétnyári palánták, szezonális növények azok, amik adják a forgalmunk nagy részét. Hát ez jelen pillanatban 90%-os kiesést jelent ezekkel a körülményekkel számolva. A cég több mint 20 éve működik, 17 alkalmazottjuk van, most mégsem látják, miből fognak a következő időszakban megélni. A virágkereskedőkre és termelőkre ugyanis egyelőre nem vonatkoznak a kormány gazdaságvédelmi intézkedései. Mivel semmiféle intézkedés eddig minket nem érintett, a járulékokat és a dolgozókat tekintve, nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a végkimenetele, sok jóra nem számítunk. A Magyar Díszkertészek Szövetségének elnöke szerint az ágazat évente nagyjából 250 milliárd forintos forgalmat bonyolít, ezért rengeteg család megélhetését biztosítja a virágkereskedelem. Most viszont a kisboltok többsége csődbe mehet, ezért a szakmai szervezet csütörtökön javaslatcsomagot juttatott el az Agrárminisztériumhoz. Az ágazati vállalatok széles kínálattal készülnek, azonban a termékek tavalyhoz képest drágábbak lesznek, közölte a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke. A húsvéti füstölt hústermékekből évek óta mintegy 6-7 ezer tonna fogy, idén is hasonló forgalomra számítanak. A húsüzemekben már jóval húsvét előtt megkezdődik a felkészülés, vannak olyan készítmények, például a hagyományos pácolt, érlelt, füstölt termékek, amelyeket már hetek óta gyártanak. A szövetség szerint az árak idei emelkedése független a koronavírus járványtól, annak hátterében az afrikai sertéspestés világpiaci hatásai állnak, ami miatt drasztikusan emelkedik az alapanyagár. Ne spájzolj névvel indított kampányt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a közösségi médiában és a YouTube-on. Arra hívják fel a figyelmet, hogy nem érdemes hónapokra elegendő élelmiszert felhalmozni, mert a magyar mezőgazdaság akár 12 millió embert is el tud látni. Ne spájzolj! Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Facebookon és YouTube-on is elérhető kampány videója. A képsorok szerint idehaza akár 12 millió embert is el tud látni a mezőgazdasági élelmiszerrel, és a boltok polcain 100-ból 75 termék Magyarországról származik. A kamara ezzel a videóval akarja felhívni mindenki figyelmét arra, hogy nem érdemes hónapokra elegendő élelmiszert felhalmozni. Az elmúlt hetekben a vevők szó szerint megrohanták a boltokat, ezért ideiglenesen hiány volt lízből, ez viszont mostanra megoldódott. A malmok azok átálltak egy megnövekedett igényeknek a kiszolgálására, és folyamatosan üzemelnek, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a liszt ellátásában fennakadás az a közeljövőben nem várható, és a húsok vonatkozásában volt még ilyen árukészlet hiány, sőt ott extrém áremelkedés is volt tapasztalható néhány helyen, de itt is meg kell nyugtassak mindenkit, hogy nincsen hiány hazai alapanyagból. A vásárlási láz az elmúlt napokban a szakember szerint alábbhagyott. A készleteket a boltok ennek ellenére folyamatosan töltik fel, a mezőgazdászok pedig dolgoznak az élelmiszer utánpótlás biztosításán. Amint túl vagyunk ezen a havas időjáráson, ezeken a havas napokon, akkor a munkák a földeken tovább fognak folytatódni, és a termelők munkavégzése nem lesz akadályozva. Magyarországon 400 ezeren élnek a mezőgazdaságból, ők azok, akik biztosítják a hazai élelmiszerellátás legjavát. A járványhelyzetben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igyekszik minimalizálni az ügyfeleire és munkatársaira ható kockázatokat, ezért a személyes ügyfélfogadás is korlátozott, és egyes kirendeltségek ideiglenesen zárva tartanak. A hivatal mindenkit arra kér, hogy csak rendkívül indokolt esetben, lehetőleg időpontfoglalással keressék fel személyesen az ügyfélszolgálatot.
A szekszárdi központi ügyfélszolgálatra a hivatal honlapján lehet időpontot foglalni. Az adóügyek döntő többsége elektronikusan is intézhető, ezért a hivatal kéri ügyfeleit, hogy válasszák az elektronikus ügyfélkapunk keresztül történő vagy a telefonos ügyintézést, elkerülve a személyes megjelenést és a sorbanállást. Átalakították a munkavégzést a szekszárdi humán szolgáltató központnál a koronavírus járvány idejére. Többen szabadságon vannak, mások otthonról dolgoznak, és adnak online tanácsokat a hozzájuk fordulóknak. De egy csapatnyi ember továbbra is kitart, és a központból segítik a családok idősek életét. Vigyázzon magára, Tamás, jó? Minden jót, köszönöm, hogy hívott. Önként is tájékoztatják a humán szolgáltató központ esetmenedzsereit a bajban levő családok. A szociális szakemberek az ügyfelekkel általában telefonon tartják a kapcsolatot, de ha a krízis helyzet áll fenn, kimennek házhoz is, vagy fogadják őket, némi óvintézkedéseket követően a központ alsó szintjén. A humán szolgáltató központnál a munka igen nagy szeletét teszi ki azoknak a szülőknek való segítségnyújtás, akiknek nincsen otthon számítógép, internete, de a távoktatást akkor is meg kell valahogy oldaniuk. Továbbá igyekeznek arra ösztönözni az ügyfeleiket, hogy a gyerekeket tartsák otthon, vegyék komolyan a koronavírus járványt. Ennek a folyamatos megerősítése, aktualizálása sok feladatot ró a segítő emberekre. Horváth Judit azt mondja, több kisgyermekes kollégája nem tud bejönni dolgozni. Ők vagy otthonról látják el feladataikat és adnak tanácsot a hozzájuk fordulóknak, vagy szabadságot vettek ki. A kemény mag pedig bentről tartja a frontot, mert ők nem tehetik meg, hogy otthon maradjanak. Mi is anyák vagyunk lényegében. Mi is családból érkezünk be a munkahelyre. Elsődleges volt azt figyelembe venni, hogy 10-12 év alatti gyermekeket nevelő kollégák otthon tudjanak maradni. Hát a home office lényegében működőképes tud lenni az ő esetükben. Ő még nem 70 éves, de lehet, hogy valami krónikus betegsége van. Szükség volt a munka átszervezésére, az online tanácsadásra való átállásra a koronavírus járvány miatt a szekszárdi humán szolgáltató központnál, mondta a vezető Toláczyné Varga Zsuzsanna. 7-8 fő, akivel kevesebben vagyunk, és ugye hát nekünk az óvodai, iskolai, szociális segítőink, akik ugye 8-an vannak, őket pedig át kell csoportosítanunk. Tehát ugye van más feladat, amire akkor ők most így tudnak vállalkozni, de azt így van, tehát hogy itt az idősek, a 70 év felettiek ellátásában segíteni. A szekszárdi humán szolgáltató központnál adományokat is átvesznek és eljuttatják a rászoruló családoknak. Az idős embereket pedig úgy segítik, hogy önkénteseket vonnak be a munkába, ők vásárolnak be és váltják ki a gyógyszereket. Az ő munkájukat egy következő riportunkban mutatjuk be. A koronavírus elleni védekezés érdekében a Magyar Olajipari Vállalat megkezdte az idehaza hiánycikknek számító kéz- és felületfertőtlenítő termékek gyártását. A vállalatcsoporthoz tartozó kenőanyagok gyártásával foglalkozó cég mindössze 2 hét alatt állította át egyik korábban szélvédő folyadékot készítő gyártósorát, közölte a társaság szerdán az MTI-vel. Az egység a nap 24 órájában, 3 műszakban megállás nélkül dolgozik, és termel napi mintegy 50 ezer literes mennyiséget. A 2 új termék receptúrája a WHO ajánlása alapján készült, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ a helyzetre való tekintettel rekordgyorsasággal vizsgált be és hagyott jóvá. A kézfertőtlenítőhöz szükséges etanolt magyar forrásból szerzik be, így nincs szükség importra, ami kockázatosabbá tenni a gyártást. Számos óvintézkedésről döntöttek az egyik benzinkút hálózatnál a dolgozók és a tankolók vásárlók védelme érdekében. Azt mondják, erre már csak azért is szükség volt, mert a kútra mindenféle náció érkezik, ezért mindent megtesznek a járvány megállítása érdekében. Teletöltötte az egyik autós tankját a benzinkutas az egyik szekszárdi kútnál. Többek között ők sem maradhatnak otthon, hiába van koronavírus járvány, hiszen az áruszállításhoz, a dolgozók munkába járásához elengedhetetlen a járművek üzemanyaggal való feltöltése. A munkát más dolgozókhoz hasonlóan hetek óta maszkban és kesztyűben, valamint a rendszeres fertőtlenítés mellett látják el. Egy külön kesztyűt is kiraktak az autósoknak, ha maguk szeretnének tankolni, a tankoló pisztoly megérintése nélkül.
A benzinkútnál egyéb intézkedésekről is döntöttek a járvány miatt. A kút üzlethelyiségében matricák felrakásával jelzik, milyen távolságban kell állniuk egymástól a vevőknek. A pult elé pedig több bolthoz, gyógyszertárhoz hasonlóan ők is plexi üveget helyeztek ki. A dolgozók pedig váltott műszakban látják el feladataikat. A takarítás, fertőtlenítés az napi háromszor történik meg, illetve annak függvényében, hogy milyen forgalmunk volt, vagy hogy hányan látogatták a shopot. A shopban 5 személy tartózkodhat maximum, a kávézó részünket azt időben lezártuk, tartózkodást nem igazán preferáljuk. Papírt pohárba szolgálunk ki kávét. László Gabriella azt mondja, náluk mindenki dolgozik, senki sem maradt otthon, egyértelmű volt, hogy koronavírus járvány idején is helyt állnak. Hogy folyik nálunk a munka, és kell, és én azt gondolom, hogy amit, hogy mi dolgozzunk ahhoz, hogy az autók tankolni tudjanak, hogy A-ból B-be eljussanak, hogy az élelmiszer eljusson az áruházláncokba, úgyhogy ez maximálisan mi, ameddig tehetjük, és amíg tudunk, addig nyilván itt leszünk és helyt állunk. A benzinkutasok munkájára az üzemanyagárak csökkenése is kihatott. A legfrissebb hírek szerint egyébként péntektől 300 forintnál is olcsóbb lesz 1 liter benzin. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. A papi után jön a Mami program. Egyedülálló szülőket segítenek bevásárlással az önkéntesek. Tegyél ki egy szívet az ablakba, már 5000-en csatlakoztak a baranyai kezdeményezéshez. Fejlesztés összefogással Baranyában, traktorral segítik a települési munkát. A papi után elindult a Mami program is Pécsen. A program a pécsi idősekért, a 65 év felettieket segíti március 20-a óta. A MAMI, vagyis a Ma mi vásárolunk be egyedülálló szülőknek elnevezésű program olyan pécsi szülőknek segít, akik legalább egy 10 év alatti vagy idősebb, de egyedül nem hagyható gyermeket nevelnek. Az önkéntesek hetente, két hetente egy alkalommal végzik el a bevásárlást és házhozszállítást, a szülőknek pedig csak a termékek árát kell kifizetniük. Mint arról korábban beszámoltunk, sikeresen indult el a papi program Pécsen. A 65 év feletti időseket segítő kezdeményezés mintájára a pécsi Család és Karrierpont egy hasonló programot indított, mely a gyermeket nevelőket célozza meg. A MAMI, azaz a Ma mi vásárolunk be egyedülálló pécsi szülőknek elnevezésű kezdeményezés önkéntesei hetente, illetve két hetente egy alkalommal elvégzik a bevásárlást azok számára, akik igénybe veszik a szolgáltatást. A baranya.munkacsalád.hu oldalon találják meg az érdeklődők az erről szóló cikket, azon belül pedig egy űrlapot, ezt kell első körben kitölteni, és akkor a munkatársunk néhány napon belül vissza fog jelezni, hogy bekerült-e a család a programba. Itt olyan kérdéseket teszünk föl, hogy nyilván, hogy egyedülálló a szülő, megkérdezzük azt, hogy hány 10 év alatti gyermeket nevel, illetve hány olyan gyermeket nevel, akit nem tud otthon ő egyedül hagyni, illetve arra is rákérdezünk, hogy van esetleg a családban személygépkocsi, hiszen akinek nincs, az jelen pillanatban csak tömegközlekedéssel tudná megoldani a bevásárlást, ez pedig több kiskorú gyerek mellett nagyon nehéz lenne. A bevásárlás és a házhozszállítás is ingyenes, a szülőknek csak a megvásárolt termékek árát kell kifizetniük készpénzben. A szolgáltatást az iskolák bezárásának ideje alatt, de legkésőbb június 30-áig nyújtják a szervezők. Az érdeklődők március 31-ig jelentkezhetnek, és április 3-áig kapnak visszajelzést arról, hogy bekerültek-e a programba. 3 nap alatt 5000-en csatlakoztak, rendkívül népszerű a Tegyél ki egy szívet az ablakba elnevezésű Baranyából indult kezdeményezés. Az apró figyelmességgel köszönik meg az otthon maradók azok munkáját, akik most is értük dolgoznak. A felhívásra Európa számos országából és a tengeren túlról is érkeztek fotók. A kezdeményezéshez Magyarország miniszterelnöke is csatlakozott. A fotót hivatalos közösségi oldalán osztotta meg Orbán Viktor. Juhász Zsuzsanna épp a kislánya által készített papírszíveket ragasztja ki az ablakukba. Mint mondja, nagyon fontos az összetartás, és hogy ezt tudassuk is egymással. Láttuk, és akkor csatlakoztunk hozzá, mert hogy minden embernek kell a segítség ilyenkor, és a kislányom nekiállt, és segítettem neki. A Baranyából indult kezdeményezéshez 3 nap alatt 5000-en csatlakoztak. Ráadásul nem csak Magyarországról, hanem Angliából, Németországból és az Egyesült Államok területéről is érkeznek fotók. Az akció üzenete, hogy a gyerekekkel is megértessük, mennyire fontos kifejezni köszönetünket azoknak, akik most is dolgoznak. Biztosítják, hogy nekünk legyen egészségügyi ellátásunk, legyenek termékek a boltba,
legyen közbiztonság, legyen létbiztonság, és úgy gondolom, hogy mi, akik otthon maradunk, nagyon szerencsések vagyunk, hogy ők elmennek a munkába és teszik a dolgokat, hiszen nélkülük ez a helyzet semmilyen módon nem lenne kivitelezhető, és ezúton is köszönjük és üzenjük nekik, hogy velük vagyunk, és a mi egészségünkért jelenleg őt állnak helyt, és ez tiszteletet érdemel. A pécsi Bánki Donát utcai általános iskola igazgatója Csalódi Éva kezdeményezésére az intézmény minden ablakára kiragasztottak egy-egy szívet, sőt, a gyerekek és a pedagógusok otthonaikban is elhelyeztek szíveket az ablakokban. A kezdeményezéshez Magyarország miniszterelnöke is csatlakozott. A fotót hivatalos közösségi oldalán osztotta meg Orbán Viktor. Egy traktorhoz jutott hozzá a Baranya megyei Romonya önkormányzata a napokban. A település a Magyar Falu programban nyert forrást az eszköz beszerzéséhez. Azonban a település megosztja a szomszéd községekkel a gépjárművet, így állapodtak meg korábban. Az önkormányzatok összefogása példa lehet a kis települési szerkezettel rendelkező Baranya megye önkormányzatainak, mondta a terület országgyűlési képviselője. Munkába állt a Baranya megyei Romonya község új traktorja hivatalosan szerdán. A hóeltakarításban segít most március végén a gépjármű. Tavaly még sokkal mostohább körülmények között kellett elvégezni ezt a munkát. Fűnyíróval, aminek az elején egy hóeke volt felrakva, a falu munkásunk beöltözve, ha nem is szkafanderbe, de téli kabátba, és úgy tudta csak letisztítani az utunkat, és akkor a programomban első helyen szerepeltet a traktornak a beszerzése, és a Magyar Falu program keretén belül sikerült ezt megoldanunk. De nem csak Romonya, hanem a szomszédos Bogád is használhatja majd a traktort, mondják a települések vezetői. Magyar Falu programban valóban megpróbáltuk összehangolni a céljainkat. Bogád és Romonya közösen pályázott eszközbeszerzésre. Ez Romonyának sikerült, és mind a ketten vállaltuk arra az esetre, hogyha a másik fél lesz a kedvezményezett, hogy egy megállapodásban rögzítjük az elnyert eszköznek a használatát. Ezt a megállapodást megkötöttük, és egymást is segítjük ezzel. Ez összefogás más vonatkozásban is kiváló volt a korábbiakban. A közeli Nagykozárban is használhatják majd a járművet a megállapodás szerint. Példaértékű a kistelepülések összefogása, mondja a terület országgyűlési képviselője. Hoppár Péter szerint a kistelepülési szerkezettel rendelkező Baranyának sok segítséget nyújthat még a Magyar Falu program. 300 településsel rendelkező megyeként talán legnagyobb település számmal rendelkező megyék között vagyunk számoltatva, és innen tudjuk leginkább azt demonstrálni, amit a kormányzati szándék Budapestről meglátott, hogy igenis a falusi emberek élete és életminősége nagyon függ attól, hogy milyen az infrastruktúra, milyenek a helyi ellátási viszonyok. Ezt szándékozik segíteni 30 évvel a rendszerváltás után a mostani kormányzati program, a Magyar Falu program. A traktor beszerzésére közel 10 milliót nyert Romonya. A Magyar Falu program tavalyi indulásakor 150 milliárdra pályázhattak a kis települések. Ebből 75 milliárd ment az alsóbrendű utak korszerűsítésére, 75 milliárdból pedig többek között eszközbeszerzést végezhettek az önkormányzatok. Sportolókat és edzőket egyaránt megvisel az olimpia elhalasztása. A PSN ZRT versenyzői közül Bicsák Bence triatlonos és Konkoly Zsófia, valamint Iván Bence paraúszó szerzett kvótát. Rajtuk kívül Kenderesi Tamás teljesítette az olimpiai szintet, de az úszóknak az országos bajnokság lett volna a kvalifikációs versenyük, ami azonban elmarad. A versenyzőket lelkileg is megviselte a halasztás bejelentése. Elhalasztják az idén nyárra tervezett tokiói olimpiát, jelentette be kedden a japán miniszterelnök. Az eseményre jövő nyáron kerülhet sor. Ez a hír egyelőre a PSN ZRT 4 sportolóját érinti. Bicsák Bence triatlon sportákban szerezte meg a kvótát másfél évvel ezelőtt. A versenyző napi 6-7 órát edz, de úsznia egyelőre nincs hol. Április 30-áig minden triatlon versenyt elhalasztanak. Nem tudom nagyon szépíteni a helyzetet, ez kellemetlenül érint mind a kettőnket. Ez egy új helyzet, még szokjuk egyelőre, nyilvánvalóan nem áll meg az élet. A kitűzött határidő az jövő nyárig elvileg meg fog valósulni ez az olimpia.
próbálunk pozitívan állni az egészhez. Konkoly Zsófia és Iván Bence a paralimpiára úszásban szerzett kvótát. Iván Bence 2, a paralimpiai bronzérmes Konkoly Zsófia pedig 4 versenyszámban indulna. Mindkét sportoló nagyon jó formában van, túl vannak egy 4 hetes edzőtáboron. A versenyzőket lelkileg is megviseli a halasztás. Egyelőre emésztjük a dolgot és próbálunk tervezni, de hát egyelőre nem tudunk, ugye biztos még nincsen, se az időponttal kapcsolatban, se semmi. Mi azt tudjuk, hogy egyelőre a hazai rendezésű Európa-bajnokság, ami augusztus, ez a legközelebbi, amit még egyelőre látunk. Hiszen nekünk nagyon fontos lenne valamilyen szinten folytatni az edzéseket a vízben, hiszen a szárazföldi edzés az nem váltja ki ezt. Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes úszónak megvan az olimpiai szintje, de a kvalifikációs verseny, azaz az országos bajnokság elmarad. Mind a 4 sportoló felkészüléséhez úszodai körülményekre is szükség van. A szakemberek ezért még tárgyalnak a lehetséges edzésfeltételekről. És végül Tolna megyei híreink még egyszer röviden. Szájmaszkot vár a polgármester, a kis településeken is megszervezték a védekezést. Csődbe mehet az ágazat, óriási bajba kerültek a virágkereskedők a vírus miatt. Ne spájzolj, a hazai élelmiszereket népszerűsíti az Agrárkamara. A szociális munkások sem maradnak otthon, továbbra is segítik a családokat Szekszárdon. Pénteken napos, kifejezetten kellemes tavaszi időre van kilátás, csapadék sehol sem hullik. A keleties szél gyenge, mérsékelt lesz, elvétve kissé megélénkül. Napközben akár 16 fok is lehet. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!